A találkozó előtt a Honvéd egy győzelemmel jobban állt a tabellán a nyíregyháziaknál, akikkel a HEP kupa elődöntőjében is találkoznak majd. Az első negyedet a hazaiak nyerték 5 ponttal, a második 10 percben 1 pontot faragtak le hátrányukból a vendégek. A nagy szünet után feljavultak a cápák, akik a vezetést is átvették, majd folyamatosan növelni tudták előnyüket. A záró negyedben már egyértelműen a nyíregyháziak uralták a mérkőzést, és végül 13 pontos győzelemmel zárták a találkozót a vendégek. Nagyon nehéz mérkőzésen vagyunk túl. Az első fél időben a Honvéd, ahogyan azt vártuk, érvényesítette azt a kemény védekezését, amit általában a hazai pályán megenged magának mindig, és nagyon ügyesen, nagyon szépen alakították ki a helyzeteket, és nagyon nehezen találtuk az ellenszerét, de szerencsére végre eljutottunk oda, amit nagyon szerettünk volna már sokszor, hogy idegenben így kosárlabdázzunk. Fegyelmezetten lépésről lépésre jöttünk vissza, és a második fél időben, amikor már a pick and roll védekezés elleni ellenszer is a birtokunkban volt, akkor már nem volt esélye a Honvédnak. Ehhez az kellett természetesen, hogy megtaláljuk azt a dobóformát, ami a három pontos vonalon túlról is eredményesnek bizonyuljon. A Nyíregyháza Blue Sharks csütörtökön 17 órai kezdett el azt a Budafokot fogadja, amelytől ősszel idegenben 5 pontos vereséget szenvedett. Ez egy nagyon váratlan vereség volt. Úgy gondolom, hogy a csapat hozzáállása akkor nem olyan volt, amilyennek lennie kellett volna ezen a mérkőzésen. Remélem, hogy a srácok is úgy érzik, hogy visszavágás reménye fűti őket, és nagyon bízom benne, hogy egy jó mérkőzésen fogunk tudni győzni. Természetesen nem gondolnám, hogy ennek ellenére egy könnyű találkozó lesz, hiszen akkor meglepetésre kaptunk mi Budafokon ki, de azóta a Budafok nagyon jó teljesítmény nyújt, és komoly mérkőzéseket tud nyerni a bajnokságban. Éppen ezért mindenkit óva intenék attól, hogy egy könnyű találkozóra fogunk mi itt kifutni. Szerintem egy nagy csata lesz, de mindenképpen hazai pályán természetesen nekünk kell győznünk. Az NB1B piros csoportjának tabelláját a Veszprém vezeti 100%-os teljesítménnyel, megelőzve a 13-1-es mutatóval álló Mavcot. A Nyíregyháza Blue Sharks 9 győzelemmel és 6 vereséggel az 5. helyen várja az 5-10-9. Helyezett Budafok elleni mérkőzést.